2022-ben a zöld küllőt választották meg az év madarának hazánkban. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1979-ben indította el programját, melynek célja a természetvédelmi problémákkal érintett fajok vagy madárcsoportok társadalmi szintű bemutatása. Az Egyesület honlapján internetes szavazással lehetett voksolni, melyik faj legyen az idei év madara. Hága Krisztián, a Madártani Egyesület önkéntese elmondta, a zöld küllő nevéből is adódóan színezete nagyon jó rejtő mintázatot biztosít a madár számára, miközben a fűben kutat élelem után. Zöld küllő lett az év madara, ugye a 9 hazai harkályfaj közül az egyik képviselő, mint a nevében is benne van, jellegzetes színe van. A háta az egész szép ilyen kis fű zöld, és ez nem véletlen, mert hogy neki az életmódja az részint különbözik a többi harkályfélétől. Nagyon szereti a hangyákat, hosszú nyelvével, akár a hangya járataiból is képes a lárvákat, illetve már a kifejlett példányokat is kiszedegetni. A többi harkályhoz hasonlóan a zöld küllő is magának készíti az odúkat. Mérete eltérő rokonaitól, anatómiailag sokkal nagyobb, mint Magyarországon fellelhető fajtársai. Akár 3-4 hét munkájába is telik, mire kifaragja a magának megfelelő üreget, ezért fészkeit rendszerint több éven át használja. Külön fészekanyagot nem visz be az odúba, hanem a megmaradó kis forgácsokat használja, mint bélés, és erre rakja le a tojásokat. Általában egy ilyen 5-6 tojást rak le, de előfordult már ilyen 10 feletti tojásszám is. A ritkán szem elé kerülő madár általában elkerüli a városi környezetet, leginkább erdőségekben lehető fel. Hazánkban körülbelül 15-17 ezer pár él. Védett madárnak számít, természetvédelmi értéke 50 000 forint.